Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Kék és arany, levél és kör. Múlt és jelen, hagyomány és megújulás. Számos szimbólum fedezhető fel Dombóvár új arculati elemei között. A városvezetés ugyanis egy teljesen új üzenetet szeretne közvetíteni a külvilág, illetve a dombóváriak felé. A szlogán is ezt fejezi ki, Dombóvár, meglátni és itt maradni. Stábunknak maguk a tervezők meséltek az alkotás folyamatáról. A levél szimbólum a megújulást jelenti, a kör pedig a tökéletességet, dinamizmust és a védettséget. A kör, vagyis hogy a levélnek a 15-15 fokos elfordításával jött létre a három megye határán, ez egybe lett tolva, és akkor ez kiadott egy középső, egy közbülső formát, és abból alakítottam ki a családmotívumot, majd ezt a két elemet összetoltam. És ami még nagyon lényeges, hogy minden az aranymetszés szabályai szerint van fölállítva, tehát egy tökéletes harmóniát képez. Weich Éva Dombóvár új arculatának tervezője mutatja, hogyan jött létre a virágszimbólum, ami egy körből és egy levélből áll össze. A kör a családot, a levél a megújulást, a megjelenő hármas tagozódás pedig a hagyományt jelképezi. Az új arculat és logó elkészítését több órás interjú előzte meg. És ahogy beszélgettünk, egyre többször felmerült az, ez a hármas tagozódás egy csomó dologban. Például ugye abban is, hogy három megye határán, de a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Ugye például ilyenek, hogy a hagyomány, a család és a megújulás, ami aztán végül is a fő mondandó lett az arculat fő mondandója lett. A hagyományt ugye eleve a hármas tagozódás jelenti, mert ugye az eleve a keresztény kultúrában, de népmesei elemek között is a hármas tagozódás, ez egy nagyon fontos tagozódás, illetve a megújulást jelenti a levél, mert ugye az évenként megújul, és a család szimbólumot alakítottam ki a levelekből és a körből, mint tökéletes formából. A kör ugye azért is lényeges, mert nem csak tökéletes forma, hanem dinamizmust, összetartozást és tökéletességet is fejez ki. Az arculat színei sem véletlenek, tudtuk meg Weich Évától. A kéknek a jelentősége a határtalanság, a szabadság, a tisztaság, de azon túl is ugye az egyiptomiak kezdték el használni, mint drága kő a lápiszlázuliból, a malahitból, az azuritból, de hát csak azok tudták használni, miután ezek drága kövek, akiknek volt erre pénze. Tehát ez mindig ez a szín a különlegességet is jelentette. Az arany pedig hát nyilvánvalóan egyfajta magasabb értékrendet képvisel, de mindazon túl Dombóvár egy vasutas város, szinte egyetlen egy olyan család sincsen, akinek vagy a felmenőiben, vagy a most jelenlévő családjában ne lenne egy vasutas. És a vasutas szín ugye az a kék arany volt. Most ez nem teljesen ugyanaz a kék meg az arany, nyilván egy kicsit a mai trendeknek megfelelően át lett írva. Takács Istvánné helytörténész elmondta Dombóvár új logójának üzenetértékét. A jelentéstartalom sokkal általánosabb annál, mint a címer esetében, ahogyan láthattuk. Valahogy mindig van benne egy kis rejtett titok, hogy ez a V betű, ez a levélforma, ez vajon mire asszociálhat. Tulajdonképpen te találd meg, hogy ez milyen tartalmat és milyen értéket fejez ki, és milyen hozzákapcsolódó érzelmeket jelent számodra. A Molinón a város jelentős helyszínei láthatóak, közülük is kiemelkedik a Szigeterdőben található vártorony. Az a kis lakótorony, ami ott az első képen látható, ez az Árpád-kori lakótoronynak a rekonstruált megoldása, amelyet nemrégen e században készítettünk. Kerényi Zsolt alpolgármester azt mondja, a városvezetés szándéka az volt, hogy a dombóváriak és a külvilág felé is eljusson az üzenet, érdemes Dombóváron letelepedni. Nagyon fontos kérdés itt, hogy hogyan jelenik meg az önkormányzat az emberek előtt. Ugye úgy hívják ezt hivatalosan, hogy arculati elemek. És hát nem sokkal a választások után fogalmazódott meg, hogy ebben is egy váltást kéne tennünk, és ezzel is szimbolizálni a változásokat. Mondom még egyszer, hogy mindennek van jelentése. Én nagyon szeretem és megszerettem ezt a szlogent is, hogy meglátni és itt maradni. Ugye ez is egy kicsit hajaz a meglátni és megszeretnire, de mégsem egészen ugyanaz. És hát ebben bízunk, hogy ez az arculati elem is hozzájárul ahhoz, hogy ez a szlogen ez megvalósuljon minél teljesebben.
Az alkotók és a város vezetése reméli, hogy az üzenet, amit az új arculattal szeretnének közvetíteni, célba talál. Még a tavasszal elkezdődnek egy közel 200 millió forintos Európai Uniós pályázat kivitelezési munkálatai Csikóstöttösön. Ebből az összegből egy korszerű csapadékvíz elvezetési rendszert építenek ki azokban az utcákban, ahol sokszor villámárvíz alakult ki egy hirtelen lezúduló eső után. Emellett több kisebb fejlesztés is megvalósul a faluban az idei évben. Egy rég várt beruházás kezdődik el hamarosan a dombovári kistérség településén Csikóstöttösön. Az önkormányzat a területi operatív program pályázat keretében nyert forrást a Szabadság utca, Hunyadi tér és a Béke utca korszerű csapadékvízelvezetési rendszerének kiépítésére. A kivitelezési szerződést már megkötötték az építkezést végző céggel, hamarosan pedig a munkaterületet is átadják. A beruházás a tervek szerint még a tavasszal elindul. Sok munkával fog járni, de nagy megoldás lenne nekünk az, hogy a villámárvizeknek a hirtelen keletkező vizét el tudjuk vinni. Egyúttal minden családi házhoz a hidakat felújítjuk, burkoltak lesznek az árkok, tehát ez a mi életünkben egy komoly nagy beruházásnak számít. A beruházásra 195 millió forint pályázati támogatást nyert a település. A kivitelezési költségek 185 millió forintba kerülnek, a maradék összeget a tervezési és egyéb járulékos költségek teszik ki. Az érintett utcákban betonnal burkolt és több helyen fedett árokrendszert alakítanak ki, tette hozzá Kreb Imre polgármester. A Szabadság utca temetőtől a Hunyadi téri vezető szakaszon lesz, tehát a mere burkolt árok lesz kiképezve. Eddig az simán betonozott közút volt, ott akarjuk a vizet mederbe elvezetni. A Hunyadi téren földes árok volt, az lesz burkolva, a Béke utca teljes hosszában mederburkolt árok lesz, kialakítva betonelemekkel, előre gyártott betonelemekkel, és egy szakaszon, ahol nem lakott területen megy, ott pedig a Hábi csatornába lesz bekötve ez a víz, egy csapadékvíz, egy visszacsapó elemmel, hogy a magasabb vízállásnál ne tudja visszanyomni a területre a vizet. Emellett több kisebb beruházás is megvalósult Csikóstöttösön az idei évben. Az önkormányzat sikeresen pályázott közfoglalkoztatásra, így 5 főnek tudnak hosszú távon is munkát biztosítani. Erre nagyságrendileg 10 millió forintot kapunk, ebből tudunk térkövet gyártani, és a legyártott térkőből 400 folyóméter járdára kötöttünk szerződést. Idei évben ezt kívánjuk megvalósítani. Hát a térkőgyártás az most fog kezdődni, a szerződés most lett megkötve, tehát a munkaügyi hivatallal most egyenesedett ki ez a dolog, megkezdjük a munkát. A falu belterülete is tovább szépül egy líderes pályázatnak köszönhetően. Ez egy 3.990.000, tehát nagyjából 4 millió forintos pályázat, ebből 2 buszmegálló készült el, közterületre utcabútorokat vettünk, ezek most már kihelyezésre kerültek, új padok lettek kihelyezve, új virágládák, most ezeknek a belakása, a virágok ültetése az még odébb van, azt még a fagyos időszakok utánra tervezzük. 5 millió forintból készült el a Kaposszegcső Csikóstöttös Sportegyesület öltözőjének energetikai felújítása, szintén pályázati forrásból. Az épület tetejére napelemeket szereltek fel. Ennek a beruházásnak a műszaki átadása már megtörtént. 20 darab esőbeállódját le májusig a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A tervek szerint a város frekventált pontjaira helyezik ki a paddal is felszerelt szerkezeteket, hogy rossz idő esetén legyen hova behúzódniuk a várakozóknak. Pinter Szilárd polgármester azt mondja, az utazó közönség komfortérzetét szerették volna növelni ezzel a beruházással. 10 mm vastag. Vida Tamás, a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója éppen azt mutatja, milyen szempontokat vettek figyelembe az újonnan legyártott és kihelyezett esőbeálló tervezésénél. Azt mondja, úgy alkották meg ezeket, hogy könnyedén ki lehessen cserélni sérülés esetén a beálló polikarbonát tetejét. A busz megálló környékére helyezik ki ezeket a szerkezeteket, hogy rossz idő esetén legyen hova behúzódniuk a buszra várakozóknak. Körülbelül 70 busz megálló található a városban. Ennek egy része fedett, egy része nem fedett, és egy teljesen normális társadalmi igény volt az, hogy
ahol nincsenek esőbeállók, oda az önkormányzat helyeztessen ki. Mivel takarékossági időket érünk, ezért úgy döntött a tulajdonos önkormányzat, hogy megrendel tőlünk, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től, megrendeli ezeknek az eszközöknek, ezeknek a beállóknak a legyártását, tervezését, amit mi meg is tettünk. 10 plusz 10 darabot rendeltek meg, aminek az első részlete az került telepítésre rövidesen. Tehát ebből, ha jól emlékszem, már hetet le is telepített a vállalkozó, és utána folytatjuk a következő 10 darabot, amit, ha jól tudom, május végéig szeretne is polgármester úr elhelyezni. Ennek a munkatársa, a Városüzemeltetési Irodának a munkatársai keresik a helyét, hogy hova telepítsék ezeket, ahol a legjobban szükség van rá, leginkább indokolt. A gondot az jelenti, hogyha mondjuk itt a mögöttem lévő Újdonbovári városrészbe körbejárnának, én körbejártam, mielőtt ide jöttem, megnéztem 20 darab buszmegállót, abból 6 félét láttunk. Tehát nem egységesek ezek a buszmegállók. Ezek az utasvárók, ezek viszont megpróbálunk egyfajta stílust teremteni ezzel, és hogyha az önkormányzat elégedett lesz vele, akkor ezt tudjuk megfejleszteni, ennek a gyártását és a tervezését. Az első két darabot nagyforgalmú áruházak mellé rakták le. Az utazó közönségnek is szeretnénk egy picit kedvezni, hiszen azt gondolom, hogy Dombovára eddig a szökőkutak városa volt a 19-es választások után, hogy most a buszvároké lesz, hiszen ennyi esőbeálló és buszváró sehol nincs, mindemennyi Dombovári közlekedés igényel. Nyilván ez egy elfogadott, kialakult forma, legtöbb helyen még pont sem került ez idáig kihelyezésre, ezt a hibát szeretnénk kijavítani. Nyilván nem minden esetben tudjuk oda tenni ezeket az esőbeállókat, ahol a legszimpatikusabb lenne, vagy az átlagember elvárná, hogy oda kerül, hiszen a föld alatt közművek húzódnak, amelyek a telepítésüket nagy mértékben befolyásolják. Nyilván a buszmegállótól maximum 5-6 méterre kerülnek ezek az esőbeállók, sajnos nem is mindig szimmetrikusak az út mind a két oldalán, de azt mondom, hogy azt a célt, hogy az utazóközönség komfortérzetét egy picit növeljük, hogy be tudjanak állni az eső elől, bevásárlás után a nehéz pakkot le tudják tenni a padra, mindezt sikerül kiváltani ezzel a beruházással. Nyilván az elmúlt egy évben azt gondolom, hogy az ország most átlagot hasonlóan veszélyhelyzet idején, miután a diákok gyakorlatilag szinte otthon voltak folyamatosan az online oktatás miatt, így gyakorlatilag reggel és este mondható, hogy tömeges az igénybevétel, hiszen munkába járók veszik igénybe. Napközben alapvetően a nyugdíjasaink mondják meg a bevásárlásaikat, de hiszem is bizony benne, hogyha szeptember 1-ével visszáll a világrend és újban nyitnak a középiskolák, akkor az előző évekhez hasonlóan nagyon sok utas fog ezen a buszokon közlekedni, és nagyon nagy számba veszik igénybe az esőbeállókat. Összesen 20 esőbeállót gyártanak le május végéig. Azzal pedig, hogy Dombovár városüzemeltető vállalata készíti el ezeket a szerkezeteket, jelentős összeget takarítanak meg. A piaci ár feléért mintegy 6 millió forintért jutnak így ezekhez hozzá. Húsvéti nyulak és hímes tojások díszítik Kocsola közterületeit. A településen a közelmúltban alakult meg a Faluszépítő Egyesület. A civil szervezet tagjai a környezetet szerették élhetőbbé, szebbé tenni a faluban, és a hagyományokat ápolni. Nekik köszönhető a gazdag tavaszi dekoráció. Most, hogy szeretnének csalni az arcokra és melegséget a szívekbe, a település közterületei díszítették fel húsvétváró dekorációval önkéntesek Kocsolán. A tavaszt várva nagyon sokat ötleteltünk azon, hogy mivel lehetne a falunkat szebbé tenni, és amíg így ötleteltünk, eszünkbe jutott, hogy talán kellene egy egyesületet alapítani. És így 10 alapító taggal a mi kis falunk, Faluszépítő Egyesület megalakult, ami szeretné, hogyha a hagyományokat is őrizhetni, és ezáltal együtt a faluért teszünk. Ennek az ötletnek a gazdája tulajdonképpen a 10 alapító tag, mindegyike aktívan részt vett, és amikor volt egy kis időnk, akkor egymásnak küldözgettük a képeket, az ötleteket, és így amikor egy kicsi időnk volt, akkor el is kezdtük a munkát. Így alakult meg a sok-sok nyuszika, így készültek el a tojások, és így kerültek végül is közösen a helyükre. A díszek elkészítésekor elsősorban természetes anyagokkal dolgoztak. A fa volt az elsődleges anyag. A nyuszikákat azt próbáltuk felöltöztetni olyan ruhákba, mintha mi emberek lennénk, és azt gondolom, hogy ezáltal is a környezetünk nevelésére hívtuk fel a figyelmet. A vidám nyulakat és a színes húsvéti tojásokat a falu lakói is nagy örömmel fogadták.
tavaly évben új helyre került a Betlehemünk, és nyilván most üres volt, és úgy gondoltuk, hogy költözzön be egy nyuszika család. Ezzel is a tavaszt várjuk, örömet okozunk a felnőtteknek, gyerekeknek, mosolyt csalunk azoknak az arcára, akik éppen arra járnak. De nem csak nyuszi család költözött be, hanem a virágos ládák megteltek tavaszi virágokkal, és ezzel is szebbítettük azt a környezetet. Az önkormányzat épület előtt lévő virágos kert is megszépült, a civil szervezet tagjai új tavaszi növényekkel ültették be a területet. Amikor egy gyermekkortól meglévő betegség elkíséri az embert élete során, mégis ez az ember ad támaszt másoknak, méghozzá művészetén keresztül, amellett nem mehetünk el szó nélkül. Benke Zita festő fájdalmairól, művészetéről, az élet adta lehetőségekről mesélt. Az önelfogadás művészete, a művészet kiteljesedésének lehetősége. Így kell tanulnom szárnyalni, önmagam és a festészet segítségével. Ezt egy korábbi interjúban mondta Benke Zita, akinek festői pályája több pilléren nyugszik. Az én művészetemben három dolog volt, ami közrejátszott. Ez az volt, hogy én elköltöztem ide, a betegségem és a képzőművész nővérem, ő segítségével indultam el én ezen az úton. Persze van egy másik nővérem is, aki gyógytornász, ő pedig érdekes módon a fizikális segítségekben volt mindig mellettem, ugyanúgy, mint a szüleim. Nem hagyok ki senkit, mert egy igen érzékeny család az enyém. Négyen vagyunk egyébként képzőművészek a szűk családban, úgyhogy szerintem így mindenkit elsoroltam. 11 éve jöttem ide Dombóvárra a családommal, egyébként én jászberényi vagyok, és akkor egy ilyen nagyon rossz állapotomba kerültem ide, és a nővéremnek volt egy rajziskolája, ami itt működött Dombóváron, és elkezdtem oda lejárni. És két évig én ott festegettem, aztán végülis rájöttem arra, hogy dolgom van ezzel, és nagyon jó hatással volt az állapotomra, és láttam, hogy az Évi nővérem, ő is képzőművész egyébként, hogy felkészít embereket művészeti iskolákba, és akkor ezeket én végig asszisztáltam vele, én is csináltam, és akkor utána egy gondolat jött, hogy akkor én is felvételizek a festőszakra, és akkor 8 hónapunk volt arra, hogy felkészítsen, elinduljak, és akkor egyszer megpróbáltam, felvettek, és azóta így ez az utam, azt gondolom. A Kaposvári Egyetem művészeti karán képi ábrázolás szakon végzett, emellett beszélgetős terápiát tart egy dombovári közhasznú egyesületnél. Azóta is képzi magát, mert a két dolog végül össze is vonódott Zita életében. A Prezidium Közhasznú Egyesületnél dolgozom, terápiás munkatársként, és mellettem még egy egyetemre járok, művészetterápia szakra, most fogok diplomázni, és ezt a festészettel nagyon jól össze tudom hangolni. Mivel én magam is fogyatékkal élő vagyok, ezért azt gondolom, hogy amin én keresztül mentem, és ami nekem segített, a művészet, mint terápiás gyógymód, ezt nekik is át tudom adni. Mert ugye a saját bőrömön tapasztaltam meg ennek a jótékony hatását. Ez egy autoimmun betegség, sok ízületi gyulladás a neve.
Nekem egy ilyen juvenilis fiatalkori változata van, és 2,5 éves koromban kezdődött. Úgyhogy több mint 40 éve élek ezzel. Van, amikor vannak jó időszakok, de vannak azért ilyen fájdalmakkal járó napok, de én végül is tudok ezzel élni, mert gyakorlatilag belenőttem ebbe. De aztán ebből lehet azért merítkezni is így a festészetbe. Nekem az volt egy nagyon-nagyon nagy fordulópont az én festészetemben, amikor a Frida Kahlóról olvastam sokat. És előtte én nem ismertem az ő munkásságát, és akkor valahogy úgy éreztem, hogy hú, nagyon sok közös pont van az ő életében, az enyémben. De bennem is bennem voltak ezek a dolgok, hogy ezt ki kell adnom magamból. De ez volt az a pont, ami megerősített, hogy bátran. Tehát az ő festészete is mind a fájdalmáról, szenvedéseiről, kapcsolatairól, traumáiról szólt. És ez egy ilyen bátorítást adott akkor ott nekem. Meg az egyetemen is a mestereim. Tehát azért az ember ezt sokszor így el akarja nyomni magában, de hát ki kívánkozik. A betegség elválaszthatatlan a művészetétől, vallja. Egyik következik a másikból. Nekem természetes volt, hogy én kórházakba járok, térdemet csapolják, itt injekció, olyan gyógyszer. Arra emlékszem, hogy mindig hurcoltak Budapestre, akkor még nem volt autó, vonattal, ide-oda. És akkor ezek a kórházak maradtak meg élményként, idézőjelben. De nem éltem akkor ezt meg így tragikusan. Inkább felnőtt korban kezdtem el ezt kutatni, hogy mi ez, hogy van ez, mi az oka. Tehát így mindenki szerintem ezt így körüljárja. Az egyetemen nem volt hátrány ez. Technikai dolgokban igen, a kezemet nem tudom úgy használni, mint mondjuk ti, de voltak praktikáim erre, tehát a vásznat is úgy használom sokszor, hogy forgatom nem álló helyzetben, akkor ölembe veszem a vásznat. Szóval vannak ilyen praktikák, egyébként pedig téma választásban pedig nagyon-nagyon sokat segített. Tehát volt miből táplálkozni, úgymond. Mint minden művész, Zita is változik. A kezdeti túlszínes festményei után ma már egy letisztultabb stílust képvisel. Kiállításokra már régen készített képet, megrendelései viszont folyamatosan vannak. Régebben, vagy amikor elkezdtem a pályát, akkor főleg ilyen absztrakt, non-figuratív dolgokkal kezdtem, és iszonyat színesen, amiből vissza is kellett vennem, már az egyetemen is mondták, hogy úgy visszafogottabban, jobb néha. És azt vettem észre, hogy most arra pedig ilyen nagyon letisztult, fekete-fehér, szürke árnyalatokban festek, és most meg inkább a portrék érdekelnek. Tehát szerettem a nagyméretű festményeket. Mindig abban érzem magam biztonságban, hogy nagyméretbe fessek, és nagyon szerettem, és nálam az bevált a makró nézőpont, meg ilyen képkivágásokkal felnagyítani részleteket. Tehát abban én otthon érzem magam. Jelenleg egy-két éve nem vagyok túl aktív. Megrendelésekre festek, azt mindig elvállalom, de kiállítási anyagot nem, amióta én most egyetemre járok, egyszerűen nincs rá energiám sem, meg időm sem. A legutolsó kiállításom egy éve volt. Egy egyéni orfűn és egy csoportos is, és azóta semmi. Úgyhogy ha most a diploma védés után erre fogok szánni időt, hogy azért jó pár hónapot egy új anyagra szánok. Zita meghívást kapott egy alkotótáborba, ami idén a járvány miatt elmarad. Azt mondja, ha sokáig nem fest, ezeken a rendezvényeken bepótolja. Van egy alkotócsoport, Start a neve. Orfűn van a bázisa,
és az a megtiszteltetés ért engem, hogy pár éve tagjukká fogadtak. Ezt nagyon-nagyon szerettem, és minden nyáron összegyűlünk másfél-két hétre. Nagyon-nagyon jó csapat van, van benne restaurátor, művészettörténész, grafikus, festő, tehát nagyon vegyes a csapat. És ez azért szeretjük, mert van, amikor évközben nincs időnk, energiánk festeni, ott viszont a másfél-egy hét alatt nagyon sok munka elkészül, és akkor csak oda koncentrál az ember. A jövő képzőművészének az lenne az üzenetem, hogy bátran vágjon bele. Csak én nekem az a tapasztalatom, hogy úgy érdemes, ha őszinte vagy. Lesznek nehézségek ezen az úton, és az sem biztos, hogy ebből meg fog élni, de olyan erős hatása van az alkotásnak, olyan gyógyító hatása, hogy szerintem a lelki egészséged miatt is megéri az embernek, és a befogadónak is ugyanolyan hatást ad. Tartsanak velünk következő adásunkban is, viszontlátásra!